Advent negyedik vasárnapján ismét összegyűltek a karácsonyt várók a törökszentmiklósi Kossuth téren, a város adventi koszorújánál. A 40 éves törökszentmiklósi népdalkör karácsonyi dalokat énekelt a közelmúltban díszpolgárrá fogadott Bishop László nyugalmazott tanár vezetésével. A népdalkör után a februárban megalakulásának egyéves évfordulóját ünneplő Sancto Nicolaum kórus műsora következett, a kórust Csikini Luxics Ágnes vezeti. A város adventi koszorújánál Szabó Ferencné, az Ipoly Arnold Könyvtár Múzeum és Kulturális Központ igazgatója osztotta meg ünnepi gondolatait, majd a jelenlévő közös éneklése közben meggyújtotta a koszorú negyedik gyertyáját. A gyertya meggyújtásával jelképesen egy aktív életpályát is lezárok. Ezért is nagy öröm számomra, hogy az az intézmény adta önöknek az adventi megemlékezést, melynek 40 évig a munkatársa, elnézést, és még néhány napig a vezetője vagyok. Sokat jelent az is, hogy az a két kórus közösség is itt van, amelyik különösen közel áll szívemhez. A törökszentmiklósi népdalkör, amely 40 év az intézményünk kórusa, és a Sancto Nicolaum kórus, melynek megalakulásánál én is bábáskodtam. Külön öröm, hogy sok kedves munkatársam is itt van, megosztva ezt az ünnepi pillanatot. Adventkor, amikor pedig a negyedik gyertya lángja is felragyog, eszünkbe jut a napkeleti bölcseket vezető betlehemi csillag ragyogása. Ha már mindegyik gyertya ég, felragyog a remény fénye. Ez azt jelenti, hogy elérkezett a karácsony. Boldogan ünnepelhetjük Jézus Krisztus születését, a nekünk adott végtelen szeretetet. Istennek fia, aki született.
Áldott ünnepet kívánok!